A Holokauszt Emlékközpont tárlata olyan zsidó származású magyar közéleti személyiségeket mutat be, akik nagy mértékben hozzájárultak egy-egy tudományterület fejlődéséhez. A tárlaton többek között Richter Gedeon gyógyszerészetben betöltött szerepét, Szilárd Leó és Teller Ede fizikában meghatározó jelenlétét és számos neves tudós találmányát ismerhetik meg a látogatók, akik emellett a művészetek világába is betekinthetnek Robert Kappa fotóművész és Harry Houdini szabaduló művész munkásságán keresztül. A Holokauszt közalapítvány kuratóriumának elnöke a megnyitón azt mondta, hogy a kiállítással elsősorban a fiatalok figyelmét szeretnék felhívni a szélsőséges eszmék hosszú évtizedekre kiható következményeire. Grósz Andor szerint a bemutatott közéleti személyiségek végig megtartották magyar kultúrájukat, a zsidó identitásukat, és bármikor a csúcson is soha nem felejtették el, hogy honnan indultak, és ez nagyon fontos üzenetet hordoz a mai fiatalok számára. Mák Kornél alpolgármester a Felfedezők, Tudósok, Mágusok című utazó kiállítás megnyitója kapcsán arról beszélt, hogy időnként még ma is találkozik holokauszt tagadókkal, akiknek csak annyit szokott mondani, hogy ha ott lettek volna, és bármilyen helyzetből adódóan hasonló körülmények közé kerültek volna, másképpen beszélnének. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából nyílt kiállítás május végéig látogatható a Cifra palotában.